Szobrot avatott a DK, mégpedig az ismeretlen felvételiző szobrát. Arató Gergely a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miről szól ez a szobor? Arról van szó, hogy múlt héten a sajtó megtudta azt, hogy a kormány nem akarja idén nyilvánosságra hozni azt, hogy hányan felvételiztek. Ez az adat korábban mindig március végén nyilvánosságra került, tehát március végén már tudni lehetett azt, hogy hányan jelentkeztek a felsőoktatásba. Ennek elég nyilvánvaló az oka, az, hogy ebben az évben tovább folytatódott az a folyamat, ami már korábban elindult. 2010-ben 140 ezeren felvételiztek a felsőoktatásba, tavaly pedig már csak 95 ezeren. Mi annak a 45 ezer felvételizőnek állítottunk most, hát persze szimbolikusan, egy kicsit játékosan szobrot, akik nem találták meg a helyüket a magyar felsőoktatásban, mert nem is felvételiztek. Ez a kormány, ez az elmúlt években minden lehetséges módon nehezítette azt, hogy a fiatalok bekerüljenek a felsőoktatásba. Folyton változtak a szabályok egyik oldalról, másik oldalról pedig egy sor olyan szakon, ami valóban értékes, ami érdekli a fiatalokat, olyan brutális tandíjakat vezettek be, ami a fiatalok nagy részét távol tartja a tanulástól. Na de azért államilag támogatott helyek vannak, tehát ha a fiatalok meg akarják kapni az esélyét annak, hogy ők nyerjék el ezt a kétségkívül kevesebb helyet, akkor felvételiznek. Igen, csak a fiataloknak ennél több esze van, tehát hogyha valaki jogász akar lenni, akkor ő jogásznak felvételizne, de jogásznak csak úgy felvételizhet gyakorlatilag, hiszen 100 államilag finanszírozott hely van, hogy vállal a család egy évente 500 000 forintos tandíjat. Hát vagy azt gondolja, hogy megkapja a 100 finanszírozott hely valamelyik? Na de hát azért ugye látjuk, hogy ez nem nagyon reális, ugye nagyon nehéz oda bekerülni, nem ezt választja, vagy azt választja, hogy nem tanul tovább a felsőoktatásban, vagy pedig azt választ, hogy elmegy külföldre. Még egyszer mondom, ezt nem én gondolom, ezt a tények mutatják. És az nagyon, nagyon rossz, hogy a Fidesz most nem csak a programját nem árulja el idén, de arról se hajlandó beszélni, hogy mi a következménye a politikájának. Tegyék ki az asztalra az adatokat. Mondják meg azt, hogy hányan felvételiztek 2014-ben, akkor látni fogjuk azt, hogy elriasztja a Fidesz kormány a fiatalokat a tanulástól, vagy nem riasztja el. Teljesen világos lesz a kép, hogyha meglátjuk azt, hogy hányan felvételiztek. Hogy mondjak el még egy dolgot? Ebben a dologban egyébként a Fidesz maga sem volt nagyon türelmes. Például 2008-ban, már március 3-án, tehát egy hónappal korábban interpellálta a parlamentben Páncél Károly képviselő úr az akkori oktatási minisztert, akkor még volt oktatási miniszter, hogy mondja már meg, hogy mi van a felvételi adatokkal, hiszen az embereknek joguk van tudni azt, hogy mi a helyzet. Mi is ezt mondjuk. Egy választás előtt az embereknek joguk van tudni azt, hogy a kormány az elmúlt 4 évben mit tett a magyar felsőoktatással és a fiatalok jövőjével. És hogyha ezeket az adatokat most megismernénk a kampány utolsó méterein, akkor ön szerint ez számítana? Szerintem ez számítana. Tehát azt, hogy egy kormány mit tesz a fiatalokkal, mit tesz az arról szól, hogy mit tesz az ország jövőjével. Ez a kormány 4 év alatt felélte a fiataloknak a jövőjét, és fölélte az országnak a jövőjét, és ezt ez a pici szám, a nagy egészhez képest pici szám nagyon világosan mutatja. A felsőoktatási intézményeken keresztül nem hozzáférhetőek adatok? Ez nem, hiszen úgy működik a felvételi rendszer, hogy mindenki a oktatási hivatalhoz nyújtja be a saját jelentkezését, tehát csak a kormány látja együtt az összes számot. Tehát amennyiben ők nem teszik közé, akkor sötétben tapogatózunk, még az is lehet, hogy többen jelentkeztek idén, csak nem tudjuk. Hát igen, csak akkor nem titkolózni ez a kormány. Nem úgy ismerjük őket, akik az eredményeket eltitkolják, még azokkal az eredményekkel is dicsekszenek, amik nincsenek, mint ezt az előbb láthattuk. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen.